gyermeki sorban él az emberiség. Mi jellemzi a gyereket? Hogy úgy él, mintha nem lenne holnap. Nem gondol a következményekkel. Gyerekek vagyunk, de szülő nélkül. A helyzet az, hogy a krízis megoldására ma már forgatókönyvek sincsenek. Elképzelések sincsenek, hogy hogy fog ez a probléma megoldódni. Az ember egyre idősebb lesz, és egyre inkább távolodik a gyermeki tudattól, a gyermeki szemlélettől, úgy válik egyre önkényesebbé a világgal szemben. Az egész világhoz való viszonyulása a felnőtt embereknek ilyen. Hasznos-e az én számomra valamire? Mire tudom használni? Ez a világot kifosztja. Ez a világot megfosztja a maga teljességétől, és egy funkcióvá zülleszti. Fő probléma az, hogy nem csak a tárgyak váltak ilyen funkciókká, maguk az emberek is. Maguk az emberi kapcsolatok is ennek a nyomán alakulnak át. Emberek egymásra is úgy tekintenek, mint egyfajta funkcióra. Ilyen értelemben az ember többé nem egy kozmikus entitás, sőt a legmagasabb kozmikus entitás. Az ember elveszíti a maga kozmikus rangját. Elveszíti a maga belső végtelenségét, és funkcióvá züllik. És az emberek egymás számára is funkcióvá züllenek. Ez a szemlélet, ez a funkcionális szemlélet, ez a világnak a használata, nem a végtelenség megtapasztalása, hanem a funkció kimerítése, majd a másiknak az elhasználása és eldobása. Ez a legszörnyűbb. Az embernek alanyi lénynek kéne lennie. És ehhez képest az ember tárgyá vált. Elvesztette az alanyiságát, és tárgyá vált. Ameddig el tud látni, addig értékes. És onnantól kezdve, hogy ez a funkció kimerül, az ember értéktelenné válik. És ez mélységesen idegen az ember elementáris helyétől az univerzumban. Meg kell találnunk az utat vissza a szellemhez. Nagyon súlyos, anyagias, materiális zsákutcába futott az emberiség. A szellem kiszaladt a dolgok mögül. Ennek megfelelően az életünknek, a személyeknek, emberi kapcsolatoknak nincs többé fedezete. Az élmény kiszorította az érvényt a világból. A történéseknek már nincs érvénye, nincs semmi, csak a látszat. A látszat kiszorította a realitást, a létezést. Egy ilyen világ nem fenntartható. Nincs a háttérben semmi, ami pótolni tudná az elhasznált fogalmakat, az elhasznált embereket. Nincs hátul semmi, így a világunk óhatatlanul be fog omlani. Egy ponton elfogy a bolygó, mert egy zárt rendszert élünk fel. Ezt a pontot ostromoljuk. Nem tudjuk, hogy mikor fog eljönni az a pont, de azt tudjuk, hogy el fog jönni. Ez a mi nemzedékünknek a nagy katasztrófája. Az igazság az, hogy ez ahogyan működünk, ez ahogyan élünk, ez nem fenntartható. És azért nem fenntartható, mert nem szembesítjük saját magunkat azzal, hogy mit terhelünk rá a kollektív szellemre. Tehát amilyen mennyiségű hulladékot termelünk az anyagi világban, azt a mennyiségű hulladékot megtermeljük a szellemi világban is. Ott is fogy a tér. Ahogyan szorítjuk ki saját magunkat a bolygóról a hulladékkal, úgy a kultúra higulása szorítja ki a terünket a szellemből. Az ember számára élhető bolygó folyamatosan szorul vissza. De egy valami biztos, hogy ez a végtelenségig nem mehet. A megoldás az lenne, hogy ezen az úton vissza kéne fordulni. A válasza az elitnek mi?
nem fordulunk vissza, hanem növeljük a fordulatszámot. Még nagyobb sebességgel hatolunk bele a semmibe. De pontosan tudjuk, és ezt mindannyian pontosan tudjuk a lelkünk mélyén, hogy nincs. Nincs az a technológia, amelyik egy új bolygót kifos nekünk az utolsó előtti pillanatban. Mind ugyanabban a pácban vagyunk. Most az ember, ez a fogyasztói ember, ez a funkciójában létező ember, ez a történelem utáni ember, amiről beszélünk, meg aminek a válságáról beszélünk, nem hajlandó tudatosítani magában azt, hogy pácban van. A tömegkultúra millió szórakoztatási funkciója arra szolgál, hogy ezt a tudást elfolytsa az utolsó napig, az utolsó nap utolsó órájáig, a halálának az órájáig. Mindaz, amit addig a szőnyeg alá söpört. Az összes élet hazugsága. Az életének a érvénytelensége. Ez mind-mind-mind a halál órájáig halasztódjék. És akkor úgy halhatsz meg, hogy nem kellett foglalkoznod ezzel, és mindenki erre készül. Ez a vészforgatókönyve mindenkinek. Hogy az utolsó percig le legyek kötve azokkal a funkciókkal, amelyek megfosztanak engem attól, hogy alanyi legyek. Hogy önmagam legyek, hogy önmagam válságával foglalkozzak, hogy annak a rohadt sorozatnak, amit valóban élnem kéne, végre előlépjek a főszereplőjévé. Elkezdheted elhasználni a világot. Ez jelenti a felnőtté válás. Ez az elképzelés abból a félreértésből fakad, hogy létezik ilyen, hogy több. Lehet az egyik ember a másiknál több. Ez nem igaz. Nem lehet. Nem lehet. Azt gondolom, hogy egy szülőnek egy gyerekkel szemben egyetlen egy dolgot van ténylegesen joga óhajtani, azaz, hogy a gyerek boldog legyen. Elégedett legyen az életével. Ne fájjon neki a létezés. Ez az egyetlen, amit a szülőnek joga van akarni a gyerekkel. Pont ez olyasmi, amit igazán nem kell akarni. Elég csak hagyni. Nincs semmi értelme akarni a gyerek boldogságát. Egyszerűen csak békén kell hagyni azt a gyereket. Nem akarni, hogy ő erre vigye, vagy arra vigye, többre vagy kevesebbre. Egyszerűen csak hagyni őt a maga tempójában és a maga irányultságában kibontakozni. Nem azt jelenti, hogy elhanyagolni. De nem is azt jelenti, hogy zaklatni. Azt figyelni mindig, hogy neki szüksége van-e rám. Az ő szükségletét figyelni. És ha szüksége van rám, ott lenni, mint lehetőség. És ha nincs szüksége rám, akkor hátralépni. Nem ráterhelni magam az életére, meg a sorsára, de nem is elhanyagolni, hanem folyamatosan azt figyelni, hogy kellek-e én neki most. És ha kellek, akkor lehetőséggé válni, és ha nem kellek, akkor rögtön hátralépni, és rögtön hagyni őt szabadon. A szabadság meg a biztonság a mérleg két serpenyője. És itt egyensúlynak kell lenni. És ez az oldani, és ez a gondos ölbevenni, ez sose váljon elhagyni, vagy kisajátítani és folytani. Az ember megengedheti magának a hazugságokat. Megengedheti magának azt, hogy a ténylegesen fontos kérdéseket Tini Hóbortnak titulálja. Az életének a herdálását, az meg értelmes munkának, meg sikernek adja elő. A zuhanó repülőgépen kell ezt a kérdést megmérni. Minden átértékelődik majd. Az, ami azelőtt Tini Hóbortnak tűnt, az lesz az egyetlen mentőöv, ami megtart. Az, ami meg addig a sikernek, az önigazolásnak a forrása volt, az meg onnantól kezdve értelmetlenné válik. Mire tékozoltam az előző 30 évem? Azt képzeltem, hogy örökké fogok élni? Igen, azt képzeltem, hogy örökké fogok élni.
a zuhanó repülőgépen, a halálod óráján nem engedheted meg magadnak, hogy elvétsd a lényeget. Egyediségem az megismételhetetlen és felmérhetetlenül értékes. Ki vagyok én ehhez? Valahol a lelke mélyén minden percben szorong attól, amit csinál. Ilyen módon mindenki a személytelennek szolgál. Ez az igazi tragédiája a 21. századra lépve az emberiségnek. Személyeset, a végtelent, a felmérhetetlenül értékeset feláldozza a személytelennek, a nem létezőnek, a fikciónak. A mindent a semminek, a mindent a semmiért, és a semmi örül. Önmagában a hit nem elég. Nem elég, ha te fonatikus hívő vagy, vagy akár csak elmélyülten hiszel. Az is kell, hogy tiszta legyen, és igaz legyen, amiben hiszel. Itt arról van szó, hogy egy civilizáció hanyatlóban van. Az ember az anyagi növekedésbe, meg a civilizáció az anyagi növekedésbe menekül. Felismertük, hogy valahol ereszt a lufi. Tehát nagyobb és nagyobb és nagyobb erővel kell fújni. És fújni és fújni és fújni, hogy több levegőt vigyünk be, mint amennyi a lyukon keresztül elszelel. És most fújjuk, és egyre nagyobbra és nagyobbra és nagyobbra, és az a tervünk, hogy ezt végtelenül fogjuk tudni fújni, és majd nem repedsz szét soha. Új szellemi rakomány nem érkezett. Már nagyon régen. Most van az, hogy a civilizációnknak le kell hanyatlani. És a végponton ott el fog érkezni egy új eljövetel, vagy vissza fog térni a szellem a világba, és akkor egy új civilizáció elkezd majd épülni. De biztosak lehetünk benne, hogy egy hatalmas és elképesztő nagy, akár évezreden keresztül tartó sötét korszak után. Ezt a halált, ezt a lehanyatlást, ezt a pusztulást, ezt nem lehet megspórolni. Amíg a hanyatlás zajlik, mi elkezdhetjük azokat a sineket lefektetni, amelyeken lassú vonat érkezik. Igenis hiszek abban, hogy az, amit most leírunk, vagy az, amit most elmondunk, vagy az, amit most kifejezünk, az nem válik mind a lángok martalékává, hanem marad belőle vissza valami, és hogy az hozzá tehet a jövőhöz. De lehet, hogy csak azért hiszem, mert hinni akarom, mert enélkül az ember nem akarna fölkelni reggel az ágyból. Én hinni akarok ebben.